Tegnapi viharkárunk egyelőre egy kukorica, ami így félig ki van fordulva, de igazán abból benn van még a gyökere. Valószínűleg mellé túrhattak, aztán nem bírta a gyűrődés, de hatalmas csövek vannak rajta, úgyhogy nem bántjuk. Itt egy tök nagy cső van rajta, egy, meg van rajta egy másik, ami nem akkora nagy, de az jó dunsztli. És eljött a tök lemészárlásának ideje. Hokkaidó, tehát utána néztünk, ez a Hokkaidó tök valószínűleg. Hát nem tudjuk, hogy ezt mikor kell leszedni, de ahogy néztük, vigyázz, úgy, azt hittem el ne vágd a videó. Hát arra volt, hogy ilyen 1 kg, 1,5 kg körül van. Hát ez súlyba kb. Annyi. Kicsit meg van nyomódva, de szerencsére nincs megrohadva, megijedtem, hogy puha. Hát ez ilyen. Lehet, hogy kicsit már túlérleltük, nem? Fogalmam sincs. Rosszúnyog! Hát ez ki fog derülni. Majd, hogy... Ott érik még több ott a szárán. Igen, majd megnézzük, hogy lehet, hogy azokat akkor korábban szüreteljük, vagy tudja a halál. Hát most először van. Hol van? Itt van. Ilyen tökünk, ugye az egyik kedves néző küldte a magokat, úgyhogy most kísérletezünk vele. Majd az asszony valamikor megsüti. Itt is nő. Lehet, hogy a airfryerben amúgy meg lehetne. Jó. Mert az nem csinál annyira meleget. Megnézzük szóval... még a barackot. Megnézzük még a barackot is, hogy esette le. És most ez az eső egyébként jót tett ezeknek a paradicsomoknak, mert tudjátok, ezeket nem mi ültettük. Ezek így magukat elvetették, ezek a paradicsomok az előző paradicsom ültetvényekből, és az üres lyukakban szépen elkezdtek kinőni. És hát van, amelyik már terem is. Van, amelyik még csak virágzik. Ezeket sose locsoljuk. Az ilyen odafolyó víz, ami esetleg van, az, illetve most az esőnek hála. Lett ott gyakorlatilag. Ezt a körtefát nem kéne kitámasztani? De lehet, hogy ki kéne támasztani ezt a kört. Lehet, hogy ki kéne támasztani ezt a körtefát, igen, mert egyébként hát szügyig van rakva körtével. Meg is kellett volna ritkítani, csak nem értünk rá a megritkításra. Úgyhogy fú, ez most tényleg nagyon lóg. Leérnek a földig a levelei, vagy az ágai. Úgyhogy ez most tényleg oda van. Nagyon terhelve van. Na mi van, ennyi barack leesett, hogy ózol? Rengeteg leesett, akkor hozzunk egy tálat. Pedig ezek még nem voltak érettek. Hát nem. Csak ugye a szélvihar elintézte. A másikból már főztünk lekvárat, ami... Lekvárat? Lekvárt, ami fönt volt. De azok érettek voltak. Hát, ja, ez ilyen fél érett. Nem teljesen érett, kicsit kemény, de nem is teljesen éretlen. Na jó, mindjárt. Hát nem, azért itt elég érett. Mindjárt akkor hozzunk egy tálat, úgyis le kell vinni a tököt. Jó. Nem volt egyébként akkora nagy vihar szerencsére nálunk. Nem, egy kicsit nagyobb szél volt, mondjuk az a fáknak pont elég volt szerintem. Hogy... Így van, meg esett némi eső. Már ami elég jó megérett. Ja, azért mondom, nem olyan vészes, ez ilyen fél érett. Szóval a fönti fá... Az jó élet volt, arról csináltunk egy olyan 2 kilónyi lekvárt körülbelül. Nem többet. Na jó van, most kevés a fény, majd világosba forgatok tovább. És terrorizálja a macska az asszonyt. Kis fűnyíró, még arra is alkalmas, és erre szoktam használni, hogy itt a veteményes körül mindig kurvára megnő a parlagfű, és akkor a legegyszerűbb itt körbe nyírni vele. Úgyhogy majd itt hoztam persze ólót, amit nagyon kilóg, meg itt van egy fatuskó, azt le lehet tőle gyakni, de utána ilyen szép rendezett lesz. Ugye veteményes körül nincs parlagfű, máshol nem is igazán van. Ugye itt van, mert itt sűrűn gyaka van, és ezért itt a parlagfű az el tud terjedni. Azért ezt kihúzom, hogyha idén nem is gazolok a
veteményesbe, de ezt kihúzom. Na, majd még visszatérünk. Bár nem térünk vissza, mert addig már sötét lesz. Nézzünk akkor most körül a kertbe. Tehát, vannak ezek a gigantikus paradicsomok. Ugye ez most mind csupa új növény, az egyik kedvenc nézőtől kaptuk, hát a paprikát leszámítva. Ezek ilyen teljesen amorf alakú paradicsomok lesznek, és szalásig van vele. Ezen is elkezdtek nőni, hát ez már, ez, hát itt ilyen 1,60 magas körülbelül. Ez egy jó nagy bokor, ugye ezen is elkezdtek nőni ezek az ilyen kis misicsili alakú paradicsomok. Hát a paprika az idén hitvány, de az ilyen sima, teljesen gagyi paprika, de ugye nagyon tetves volt, későn értem rá tetvekkel foglalkozni, úgyhogy paprikák azok nagyon visszamaradtak, ahhoz képest egyébként most kezdjük magukat faszán behozni. Virágoznak. Virágok közt velem lenni, tudom, szép volna, kedvesem. De hogy így most így a paradicsom a lényeg, hiszen az itt a sok-sokféle paradicsom az újdonság, amit a kedves nézőtől kaptunk. Itt is nőnek, hát ez sajnos itt kicsit reped úgy tűnik a nedvességtől, de ilyen brutális méretű paradicsomok ezek. Ha megnézitek, ez a kezem, nincs kis kezem, és azért ez a böszme állat, ez kurva nagy. Aztán itt van, ami már pirosodik is. Íme. Voilà. Aztán itt vannak ezek. És aztán ugye itt vannak ezek a jó kis feketének hívjuk, de valójában sötét lila színűek jelen pillanatban. Fokusz. Lisz fokusz. Itt vannak. Hát ebből is már van nagyobb. Van kisebb. Egy pillanatra sikerül fókusz találni. Aztán az is ott így színesedik. Ahogy látjátok. Úgy. Fókusz. Csupa ilyen érdekes színű padadíj lesz itt. Ez meg ilyen kis laposka, ha megnézitek. Látjátok, ilyen egész lapos formája van ezeknek a padadíknek. Aztán itt is van ilyen kis pöttyös lilácska. Szóval, na, hát itt sok érdekesség lesz. Majd ezt a randa parlagfűvet mindjárt kiírtom. És akkor leszedtük innen ezt a tököcskét. De ugye, hogy mutattam, már nő a következő. És ugye itt vannak ezek a paradicsomok, pedig az elszórt magok. Tehát amiket maguk elszórták, és senki nem foglalkozott velük. Hát most már ők is kezdenek itt egyébként teremni. És itt az új tököcske. A kukorica még mindig nem elég nagyszemű. Legalábbis gondolom én, igen, még egy picit nőhet. Én azt szeretném, hogy van valami normális szem. És akkor le lehet róla. Nézzük meg egy másik ilyen dagadtot. Bár ő annyira nem is dagadt. Ja, hát még ez is kis satnya. Ez még talán satnyabb, mint az előző. Úgyhogy viszont nagyon sokon van kettő cső is. Úgyhogy ez a vetőmag, amit ide szórtam utánvetésnek, az nulla. Tehát ez egy nagyon szar vetőmag, ez a vetőmag viszont egész jó, mert ebből van egy csomó kettő cső, és nem picik. Majd meg kell nézni a videót, hol melyik vetőmagot vetettem, mert fogalmam sincs, de majd jövőre, mielőtt vásárolok, kukorica vetőmagot megnézem, hogy ide mi járt vetettem, mert dokumentálva lett. Na jó, ezt a nagy gazt azért kihúzom, de ugye ezekkel a paradicsomokkal, amik itt kinőttek csak így magukba, senki nem foglalkozott, lesz velük, ami lesz. Körtén viszont ilyen csúnya nagy repedések jelentek meg a törzsém. És nem a súlya miatt, mert mindenféle irányban megjelent, nem csak arra, mert a súly feszíthetni, és nem a kört az egyedüli. A sárga barackon is van, az egyik sárga barackon ilyen nagyobb repedés. Lehet, hogy a sok nedvesség hatására hirtelen nőttek, vagy nem tudom, itt hát valamelyik itt kicsit így el is vált. Ez azért nem tetszik annyira, itt ha akarnám.
Hol volt? Itt valahol, itt. Itt föl lehetne feszegetni. Itt, de marha nagy repedések lettek. A sárga barackon egy kicsit keskenyebb repedések lettek, de annak vékonyabb is a törzse. De szóval idén ez több fán is megjelentek, ezek a repedések. És láthatóan ezek azóta keletkeztek, tehát nem télen keletkeztek, hiszen ezek le voltak meszelve. És ugye itt nincs lemeszelődve. Tehát itt látszik egy picit, hogy fehér áfa a törzse. Tehát ez azóta keletkezett, mert mondom, hát ha nem vettük észre esetleg újt, jön fölfele, majd le kell csapni. Vannak egy kis fölhajtásai. Tehát, hogy igazándiból ezek valamikor tavasz óta keletkeztek. Tavasszal még nem voltak rajta, mert tavasszal még minden fa szép fehér volt. És ugye itt ez nem fehér, tehát ez egyértelműen utána keletkezett. Nem is tudom, melyik barackon láttam még. Lehet, hogy pont ezen talán, ami itt van, mindjárt megnézzük. De láttam több fán is repedéseket. Nem ennyire erősebb, mint a körtén, mert először arra gondoltam, hogy mondom, basszus, kezd szétrepedni, húzza szét a súlya, mert szügyig van körtével, de maga a fa nincsen megrepedve, csak a törzse. Tehát, hogyha a súlya, tehát a kérge, na, tehát, hogyha a súlya húzná szét, akkor nem csak a kérge lenne megrepedve. Lehet, hogy nem ez volt, lehet, hogy a másik volt. De ezen is van kisebb egyébként. És ezen is egyébként újak, és megint vannak újak lepotyogva. Tehát látjátok, ezen is új repedések vannak, hiszen halványan még látszik, hogy fehér a törzs. Itt viszont nem fehér a törzs. Tehát ez mind, hát most valamikor tavasz és most között keletkezett. Mert tavasszal még biztos, hogy nem voltak ilyenek, akkor feltűnt volna. Úgyhogy előtte meg pláne nem lehetett ilyen, hiszen akkor le lett volna meszelve. Ugye ezeket tél végén meszeltem. Tehát ez valamikor azóta keletkezett. A macska meg itt terrorizál. Ne terrorizáljál, macska! Ne terrorizáljál, macska! Macska! Macska, macska! Mutasd meg adat a nézőknek. Mutatod. Terrorista macska. Nyúkál a kis kezével, nyúkál a kis kezével. Nyúkál a kis kezével. Na, nyúkálsz még? Integessen nézőknek, mint az előbb. Á, nem integet. Na jó, szóval kint molyolok itt a kertbe. Az a lényeg, most fasza idő van, ugyanis most 28 fok van, és fél hét van este. Tehát nagyon barátságos idő van, egy picit még jár is a levegő, 65%-os a páratartalom. Hát amit még kéne csinálni, de nem hisz. Au, megharapod a kurva anyárat. Szóval amit még kéne csinálni, az ösvényt egy picit újból lenyírni már, mert azért az ösvény kezd benővődni. De ha majd meglátjuk, eljutok-e odáig. A biók meg nagyon szépen nőnek odafönt. Most már láttam a egyre jobbak a vadrózsák, tehát azért növögetibe van gát a táj, ahogy terveztem, úgyhogy lesznek itt faszak is vadrózsabokrok. Permetező betöltve, némi tápoldat, vukszál, egy kis kálcium a paprikák miatt, és Amazon, nehogy begombásodjunk, mert ugye most esett az eső, és akkor próbálkozunk most itt full bióba tolni a dolgot. A nagyobb baj az, hogy közben viszont masszív szúnyogtámadást élek át, úgyhogy időnként a permetezővel szoktam a felém száguldó szúnyogokat lepermetálni. Hát adok nekik rendesen. Egyébként ilyenkor, mikor így permetezgetek, ilyen csöndes munkát végzem, akkor szoktam podcastot hallgatni, vagyis podcastot, de én úgy hívom, hogy podcastot hallgatni. Hát, elsősorban most éppen, amit megállítottam, az a random generátor,
podcast. Hát ez ilyen ítés közéleti podcast. És podcast. Ítés közéleti podcast. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Hát a másik megosztó lesz, de leszarom. Puzsér. Tehát általában ilyen apu, meg ilyeneket szoktam hallgatni. Ez a két leggyakoribb tartalom, ami nálam podcastben pörög igazándiból, úgyhogy ilyenkor, tehát most pont Benjiék itt a Random Generátorban filoztak is, hogy még mindig ugye a legtöbben nem a YouTube-n nézik őket, hanem Spotify-n hallgatják. Hát pont ezért, mert igazándiból most itt kint mobilneten is elröfög itt a Spotify, elindítom, azt a viszontlátásra megy. De majd YouTube-on kommentelek, hogy pörögjön azért az algoritmus. Na, indítom vissza én meg, aztán itt még permetálgatok egy darabig. Vagyis tápozok. Reggeli fények már kezdenek egy kicsit erősek lenni. Ezen szedtem kicsit össze magamat. De tűzök föl bocsolni. Hiszen 30 nagyon sok fokok vannak. Úgyhogy hát locsolni kell gyakorlatilag most minden nap. Tegnap éppen kimaradt, mert tegnap előtt nagyon alaposan meglettek locsolva, de mivel tegnap este kimaradt, és tegnap előtt este volt utoljára locsolva, így most nincs mit tenni, az estét nem lehet megvárni, hanem most kell reggel locsolni. Hát most kicsit késő van, már 6 óra 20 van, tehát hát akkor akartam kijönni, de így sikerült. Úgy látom, a tökök szépen virágoznak. Na itt a fólián szépen lehet látni a párát. Hogy visszatartja, ezt most így reggel lehet jól látni. Ettől függetlenül nem fog ártani egy kis locsolás a veteményesnek, illetve egy-két ilyen picike, kicsike fának, ami tényleg picike még. Úgyhogy hát egy gyors locsolást tartok. Ebben még van víz, ha minden igaz, így van. Ebben még van. Na, hadd szóljon. Ezt a szúnyogja, a húfa életben ne csíp. Milyen hülye erős csípése van. Valami harci szúnyog. Aztán persze menni kell körbe, meg fölfelé, mert odafönt is még a mézbogyók, meg egy-két kisebb fa, ami még rászorul. Karácsonyfa az előbb kapott locsolást, ezért idén ültettük ki. És figyelni kell a lábunk elé egy papucsban, mert most kisütött a nap, jönnek a méhecskék, nehogy itt valamelyikbe belelépjek. Ez neki se lenne jó, meg nekem se. Tényleg még a fügét is visszafelé menet meg kell locsolni. Hát szóval... menni kell itt mindenfelé. Nem tudom, mit lát most a kamera, mert a kannához fogtam hozzá. Ugye két kannával jövök föl. Innen föntről. Ezzel a nyüglődő japán körtével is. Hát innen kezdek igazából. Ez
Ez még igényli a locsolgatást, meg a törődést. Sporolás van, úgyhogy ezekre két kannát szoktam önteni. 10 liter víz. Az viszont látásra. Le kell osztani. Kicsernek a kicsesek szúnyogjai. Sorry, de nektek nem jár. Ugye el is körbe van múlcsolva. Ezért aztán szerencsére elég jó kijön belőle a gaz. Hiába tarack. Az ember időben elkapja, akkor még gyökerestül kihúzható, mert csak a múlcsba kötöd bele. Na, jönnek a mézbogyóbokra és társai.